Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megerőszakolta és kirabolta, az áldozat és a támadó is férfi. Havazás márciusban, rengeteg munkát adott a hókotróknak és a közmunkásoknak az időjárás. Segítenek a vállalkozóknak, számos szakma mentesül a KATA fizetése alól. Alkalmazkodnak a veszélyhelyzethez, maszkokat kezdtek varni a cégek. Megerőszakolt, kirabolt és megvert egy súlyos beteg férfit egy másik férfi a Pálfához tartozó Felsőrácegresen. A kegyetlen támadó nem sokkal korábban még az áldozat udvarán vágott fát, később lerészegedett, ezután ment vissza és hajtotta végre a brutális támadást. Az erőszaktevő támadót azóta már letartóztatták. Itt a Pálfához tartozó Felsőrácegres pusztán erőszakolta meg, rabolta ki, majd verte össze a férfi a vele azonos nemű áldozatát. Jól ismerték egymást, a támadó nem sokkal a bántalmazás és az erőszak előtt még fát vágott a későbbi áldozata udvarán. Később leitta magát, majd visszament, hogy pénzt követeljen a súlyos beteg áldozattól, akit meg is vert, mielőtt elvett tőle 50 ezer forintot. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, ahol elfogtak egy 44 éves szintén pálfai férfit, akit azonnal elő is állítottak a rendőrségre. Az elsődleges helyszíni adatgyűjtés, valamint az ügy vizsgálata során kiderült, hogy a férfi bántalmazta a 61 éves férfit, több alkalommal ököllel megütötte őt, amelynek következtében az idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A támadót azonnal őrizetbe vették, majd nem sokkal később kiderült, hogy nem csak egyszerűen megverte a súlyos beteg férfi áldozatát. A tiltakozó és védekezni igyekvő sértettet szexuálisan is bántalmazta, miközben egy késsel a kezében fenyegette, hogy ne ellenkezzen, mert megöli. A sértett a támadó bántalmazása következtében 8 naponta gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Az erőszakos többszörösen visszaesőnek számító, legutóbb 6 évet börtönben töltött erőszaktevő támadónak ezért szexuális erőszak, súlyos testi sértés és rablás miatt is felelnie kell majd. A Magyarország kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel irányadó előírásoknak megfelelően a szexuális eljárásbíróság nyomozási bírája hétfőn délután távmeghallgatás útján tartott ülést a kényszerintézkedés tárgyában, amelyen minden tekintetben osztva az ügyész indítványban foglaltakat egy hónap időtartamra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A súlyos beteg férfit megerőszakoló és kirabló visszaeső támadó akár 10 év börtönt is kaphat. Rengeteg hó hullott kedd reggelre Tolna megye településeire. A március végén szokatlan időjárási jelenség sok munkát adott a hókotróknak és a közmunkásoknak is. A közlekedők viszont nem számoltak be nehezen járható utakról. Voltak, akik kihasználták a szokatlan időjárást, és rövid időre elhagyták otthonaikat, hogy például hóangyalt formázzanak. Folyamatosan takarították el a havat és sózták az utakat, valamint a járdákat Szekszárdon már éjszaka is a munkások. Reggelre a legforgalmasabb szakaszok könnyen járhatóak voltak, a kisebb utcákban lehetett csak nehezebben közlekedni a márciusi havazás miatt. Parkolóig, tehát annyi, hogy autót letakarítottuk, kész ennyi, de az uram az vezet, tehát most reméljük. Szőlőbe tartunk ki, reméljük, hogy ment a kis traktor, szép szorgalmasan dolgozott, ennyi. Kedd reggelre több mint 10, de volt, ahol 20 centi hó hullott Tolna megye településeire. A márciusban szokatlan jelenség sokaknak adott munkát. Hólapáttal takarították az emberek, az üzletek és a házak előtti járdákat, és a közút is újra téli üzemmódra kapcsolt. A nap 24 órájában váltott műszakban dolgoznak a munkatársaik, és folyamatosan járják az utakat a sózó és a kotrógépek is. Voltak viszont, akik kifejezetten örültek a késői havazásnak. Nézőinktől rengeteg képet kaptunk a Facebookon. Sokan igyekeztek kihasználni a szokatlan időjárást, és rövid időre elhagyták az otthonaikat. Angyalt formáztak a hóba Szekszárdon, lakon hóembert építettek, vagy csak a havas tájat fényképezték, máshol pedig a hóborított a nyíló virágokat örökítették meg. Az előrejelzések szerint a télies időjárás a hét második feléig marad. Csütörtök lehet az első nap, amikor már kicsi lesz az újabb havazás esélye. Zökkenőmentesen működik az idősek szociális ellátása Pakson. Erről a város polgármestere beszélt sajtótájékoztatón. Szabó Péter azt mondta, hogy a helyi kistérségi szociális központ munkatársai folyamatosan várják azoknak a hívását, akik segítséget szeretnének kérni. A városban eddig 14-en jelentkeztek önkéntesnek.
Már 14-en jelentkeztek önkéntesnek Pakson, hogy idős embereknek segítsenek bevásárlásban vagy például kutyasétáltatásban. A helyi kistérségi szociális központnál igyekeznek minden igényt kielégíteni. Hát arra biztatom az egyedül élő idős embereket, hogy nyugodtan hívják a Paksi Kistérségi Szociális Központot. Nyilván van ott egy telefonszám, meg egy készenléti telefonszám is, amelyen be tudnak jelentkezni. Emellett a Városi Tömegközlekedési Vállalat buszokat ajánlott fel az önkormányzatnak, hogy ideiglenesen azokkal tudják az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó helyi és ingázó munkavállalókat szállítani. Erre azért van szükség, mert a Volánbusz ZRT járatai nyári menetrend szerint közlekednek. Valamint arról is döntés született, hogy valamennyi paksi közintézményt fertőtlenítik. Már akár ezen a héten elkezdődik az önkormányzati tulajdonú intézményeknek a fertőtlenítése. Ez ilyen hidegfüstös generátorral fog történni, itt tartom a kezemben ezt az eljárásmódot, ami azt jelenti, hogy ezek olyan szert, fertőtlenítő szert tartalmaz, amely a lipidburokkal rendelkező vírusokat is pusztítja. Vagyis az önkormányzat által végzett fertőtlenítő módszer kifejezetten hatékony lesz a koronavírus kórokozója ellen. Új adózási könnyítéseket hozott a kormány. A taxisok után további több mint 81 ezer kisvállalkozónak ad június 30-áig mentességet a kormány a KATA, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója fizetési kötelezettsége alól a koronavírus miatt, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke üdvözli ezeket a döntéseket. Azt mondja, ezek jelentős könnyebbséget jelentenek a vállalkozóknak. Így a járvány lecsengése után könnyebben és gyorsabban tudnak talpra állni a vállalkozások. A taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA általány adófizetési kötelezettség alól. Ez az adómentesség érinti a fodrászokat, festőket, villanyszerelőket, víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelőket, burkolókat, vendéglátásban és járóbetegellátásban dolgozókat, előadó művészeket, valamint asztalosokat, testedzőket, idős gondozókat. A mentesség a katások ötödét, elsősorban a lakossági szolgáltatást végzőket érinti, mivel nagyjából 391 ezer szereplő adózik ezzel a kedvezményes formával az országban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke üdvözli ezeket a könnyítéseket, mert, mint mondja, ezeknek a vállalkozóknak jelenleg nincs, vagy csak alig van megrendelésük és bevételük, így nem lennének képesek befizetni az adót. Ezekben a szakmákban szinte megszűnt a tevékenység, gyakorlatilag nincsenek megrendelések, a kiürültek a szolgáltatás helységei, gyakorlatilag nem látogatják őket a megrendelők, illetve nincsen egyszerűen lehetőség arra, hogy a következő időszakban ott változás lesz. Ezeknek a vállalkozásoknak majd csak augusztus 12-én kell legközelebb adózniuk, a júliusi munkavégzés után. Azoknak a katásoknak pedig, akik adótartozást halmoztak fel március előtt, egészen a veszélyhelyzet lezárulása utáni negyedik hónapig nem kell befizetniük az adót. A felhalmozott tartozást 10 hónapon át kell majd törleszteniük. Ebben az esetben késedelmi pótlékot sem számít fel az állam. Továbbá 11-el bővült azoknak az ágazatoknak a listája, ahol minimális járulékot kell fizetniük a munkáltatóknak, a munkavállalóknak pedig csak 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük március, április, május és júniusi hónapra vonatkozólag. Fischer Sándor azt mondja, így a cégek egy időre fel tudnak lélegezni, és ha vége van a válságnak, akkor gyorsabban és könnyebben tudnak majd talpra állni. Én úgy érzem, hogy azok az intézkedések, amik most történtek, az könnyebbséget jelent a vállalkozóknak, egyfajta lehetőséget arra, hogyha vége van a válságnak, illetve megszűnik a koronavírus által okozott egészségügyi gondok, akkor ki tudjanak pontakozni, újra tudjanak kezdeni. A járulékok elengedése 100-200 milliárd forintba, míg a katások adó elengedése nagyjából 16,5 milliárd forintba kerülhet. Egyre több Tolna megyei vállalkozás kezdi el kivenni a részét a koronavírus elleni harcból. Szekszárdon például már az önkormányzat cége és egy másik varroda is átállt szájmaszkok gyártására.
Egymás után készülnek a szájmaszkok a szekszárdi önkormányzat cégénél, itt megváltozott munkaképességű dolgozók kezdtek már 2 hete ilyen egészségügyi eszközöket gyártani, napi 100 darabot tudnak készíteni a mosható maszkokból. Az így készült termékek főként a városban önkéntes munkát vállalókhoz kerülnek. A hét második felétől ők átállnak az otthoni munkára, ipari varrógépeket vittek a dolgozóik lakásába, és az alapanyagot egyszer elviszik hozzájuk, egyszer pedig elhozzák tőlük a késztermékeket. Napok óta készülnek a szájmaszkok ebben a szekszárdi varrodában is. Itt korábban zászlókat gyártottak, ám a vírus miatt azokra most nincs kereslet, a cégvezető viszont nem akarta elküldeni a nála dolgozókat. És az alapvető indítatás az volt, hogy tudtuk, hogy a zászlógyártó munkánkra nem igazán lesz igény ebben az időben. Az első célkitűzés az volt, hogy a meglévő 10 alkalmazottunknak és a cégünknek a fenntartási lehetőséget tudjuk biztosítani. Főleg önkormányzatok rendelnek a maszkokból, annyit, hogy itt még ideglenesen munkanélkül maradt varrónőket is tudnak távmunkában alkalmazni. Hozzájuk és az idős itteni dolgozókhoz naponta visznek nyersanyagot, és egyszer elhozzák a késztermékeket tőlük. Bár az egyszerű szövetmaszkok nem védenek a vírus ellen, arra tökéletesek, hogy egy már hordozó, de tüneteket nem mutató beteg ne tudjon másokat megfertőzni. Erre a gyártók és a szakértők is felhívják a figyelmet. Hamarosan megvalósulhat a szekszárdi DNS Valéria általános iskola 600 millió forintos energetikai korszerűsítése, de biciklipark és 2 új focipálya is épülhet a jövőben a városban. Többek között ezekről döntöttek a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai. Ülésezett Szekszárd Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága. Két esetben a pályázati határidőt hosszabbították meg a bizottság tagjai a rendkívüli helyzet miatt. Ez érinti a Bringa utat és a Generációk parkját. Arról is döntöttek, hogy a Patak utcában felújítási program veszi majd kezdetét, egy közösségi teret alakítanak majd ki, amit meghívásos pályázat útján egy szekszárdi vállalkozóval szeretnének megcsináltatni. Talán már az idén megvalósulhat a DNS Valéria általános iskola energetikai korszerűsítése, tájékoztatott Bomba Gábor, a bizottság elnöke. A DNS Valéria grúcsúle energetikai korszerűsítése pályázatot is elindítottuk, ez az iskolának az energetikája. Ezt fogadtuk el, úgyhogy remélhetőleg ősszel ez elindulhat, de ha előbb, akkor természetesen előbb, csak most itt a vészhelyzet miatt a pályázati dolgok csúsznak. 2 új pályázat beadásáról is határozott a bizottság. Egy Bringa parkot alakítanának ki a Baka István általános iskola mellett, ahol nem csak kerékpározni, hanem gördeszkázni is lehetne. Ez a park és a bicikli tároló összesen 16 millió forintba kerülne. Ezt a Bringa parkot tudják majd használni a gördeszkások, rolleresek, illetve a görkorcsolyások is. Ez egy 280 négyzetméteres bicikli park lenne, egy kis pedett része a bicikli tárolóval. A másik pedig, hogy 2 focipálya építést rányújtanánk be pályázatot. Az egyik új focipályát a Kőrösi Csoma Sándor utcai játszótér mellett alakítanák ki, továbbá felújítanák az Energiaparkban jelenleg is használatban levő focipályát. A 2 új sportpálya kialakítása összesen legfeljebb 16 millió forintba kerülne. Veszélybe kerülnek a sárga barack és mandulafák, valamint terméseik a havazás miatt. A közel 15 fokos lehűléssel járó időjárásváltozás után számtalan gyümölcsfa virága elfagy, és csökken a gyümölcstermés is. A fagy miatt esetlegesen fellépő terméskiesést azonban még nem lehet megbecsülni. A szántóföldeken és a szőlőültetvényekben azonban nem okozott nagy kárt a március végi havazás és a mínuszok. Több centis hó a szőlőtőkéken és a gyümölcsfákon. Fagyos légtömeg zúdult be hazánkba hétvégén. Ez körülbelül 15 fokos lehűlést hozott magával. Az enyhe tél és a március végén váratlanul jött télies idő a szőlőtőkékre és a gyümölcsösökre is hatással van. A borászok és pincészetek tulajdonosai szerint azonban a szőlőkre még nincs akkora hatással a hirtelen jött, nem várt télies időjárás. Kellemes meglepetés volt szerintem minden borász kollégámnak ma reggel, amikor felébredt, hogy 20 centi hó van a borvidéken. Mi még tegnap kötöztük a szőlőt Porkolávölgybe, éppen egy kékfrankost, ahol a hajtások már úgy megduzzadtak, kicsit ilyen barkások a rügyek, elindult a léfolyás, tehát most a szőlő azért még nyugalmi állapotban valamilyen szinten, hogyha nem lesz komoly mínusz, akkor a szőlő ezeket túléli, főleg itt fönn a hegyvidéken. A fagyok miatt leginkább a sárga barack és mandulafák kerülnek veszélybe, melyek már sok helyet virágoztak.
A fagykárok kivédésére azonban hatékony, végleges módszer nem létezik, mondta Tamási Balázs, agrárszakértő. A fagyvédelmi permetezés, a füstölés vagy a parafingyertyás védekezés párperces, ideiglenes megoldás csupán. A nagyobb gond a beporzás elmaradásával, a gyümölcsvág virágainak lefagyásával van. Pár éve volt, hogy virágzásba kapta el a repcét egy ilyen kései hó, és akkor is nagyon jó termésük volt, tehát nem okozott gondot. A másik, ami gond, így visszatérve a gyümölcsfákra, hogy a gyümölcsfák beporzásához kell lennének a méhek, és hát azért most a hóesésben meg a hidegben nem mozognak a méhek se, tehát ez még fokozza a problémát, hogy ami esetleg nem fagyott el, ott se lesz kellő terméskötődés valószínűleg. A fagy miatti esetlegesen fellépő terméskiesést azonban még nem lehet megbecsülni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismertette, hogy a hét második felétől felmelegedésre van kilátás, így zavartalanul folytatódhatnak a szántóföldeken az idén a szokásosnál korábban megindult tavaszi munkák. Regionális híreink következnek Baranyai és Somogy megyékből. Meghatározták a koronavírus genetikai kódját hazánkban, pécsiek térképezték fel elsőként a kórokozót. Aki tud, segít, repülőgépeit ajánlotta fel a kormánynak a pécsi cég. Változott a temetkezések rendje Somogyban, korlátozott számban vehetnek végső búcsút a hozzátartozók. Magyarországon először sikerült meghatározni a koronavírus teljes genomját, amit a pécsi Szent Ágatai János Kutatóközpontban végeztek el. A genom, vagyis a koronavírus teljes genetikai kódjának feltérképezése után új lehetőségek nyílnak meg a kutatók előtt. Ezek között az egyik a vírus jobb megismerése, ezzel pedig a leghatékonyabb ellenanyag megalkodása a koronavírussal szemben. Elsőként sikerült hazánkban meghatározni a koronavírus teljes genetikai kódját a Pécsi Egyetem Szent Ágatai János Kutatóközpontjában. Ez egy fontos mérföldkő a további hazai és nemzetközi kutatások elősegítésére, jelentette ki dr. Jakab Ferenc virológus. Több irányban segíti a vírus kutatását a genom feltérképezése. Honnan mozgott, merre mozgott a vírus, terjedési dinamizmus vizsgálatokat lehet megcsinálni, a mutációkat, vagy a változásokat, mondjuk inkább így a genomba való változásokat nyomon lehet követni. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve a vírus genomja, örökítő anyaga az olyan, mint nálunk az új lenyomat, tehát lehet mozgását nézni, a változását, nyomon követni a vírust. Ez egy fontos dolog, alapvető kutatásokat alapoz meg az, hogyha tudjuk a vírusoknak a genetikai állományát. Egy magyar betegből származó koronavírus teljes genetikai kódját sikerült meghatározniuk a kutatóknak. Ennek az eredménynek köszönhetően lehet a jövőben többek között kidolgozni egy olyan ellenanyagot, ami hatásos lehet a vírus ellen. Kisebb csomagokat, de akár személyeket is szállítunk, ha szükség lesz rá, teljesen ingyenesen, mondta stábunknak a pécsi repülőgépgyártó cég vezérigazgatója. Boros László kiemelte, a vállalat számára is fontos a megelőzés a koronavírussal szemben, és szeretnének minden segítséget megadni a térség és az ország számára. Így a cég felajánlotta repülőgépeit személy- és csomagszállítási célokra az elrendelt veszélyhelyzet idején. Magyarországon már 167-re nőtt az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma a március 23-ai adatok alapján. Mivel a szakértők szerint az elkövetkező időszakban ugrásszerűen megnőhet a járványban szenvedők száma, egyre több megelőző intézkedést vezetnek be országszerte. Ebben a veszélyhelyzetben a pécsi repülőgépgyártó cég tett egy felajánlást. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ami most az országra és ránk mindannyiunkra vár, mindenkinek meg kell nézni, hogy miben tud segíteni, miben tud hozzájárulni ahhoz, hogy hamarabb túl legyünk ezen a krízis helyzeten. Mi megvizsgáltuk, nekünk vannak repülőgépeink, és ha úgy hozza a sors, hogy Magyarországon szükség van rájuk, akkor mi felajánlottuk a kormánynak, hogy bármikor rendelkezésre állnak. A vállalat kisebb méretű repülőgépeket gyárt, így a kapacitásnak megfelelő területeken nyújtanak segítséget, ha arra szükség lesz. Mindezt teljesen ingyenesen. Rendkívüli utazásra alkalmasak, ha valahol A-ból B-be el kell jutni, vagy ha kisebb csomagot, ami a mi felszállásunkba belefér, akkor azt viszonylag gyorsan és rugalmasan lehet célba juttatni. Alapvetően ország területein belül, hiszen azért a határok azért nekünk is korlátokat szabnak. A cég vezetősége és munkatársai számára is fontos, hogy mindinkább segítsék a megelőzést. Céljuk, hogy minél kevesebb negatív következményt szenvedjen el a térség és az egész ország.
A koronavírus járvány miatt változott a temetkezések rendje, Somogyban maximum 2 főre csökkentették a temetés megrendelésén résztvevők számát. A temetés a szokásos rendben történik, lehetőség szerint korlátozott számú résztvevőkkel. A zárt térben történő gyászszertartás esetén a ravatalozó méretétől függően 10, illetve 50 fő részvételét engedélyezik. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel összhangban hozta meg intézkedéseit a Somogy temetkezési Kft., amely fokozott figyelmet fordít a cég dolgozóira. Különösen ez Kaposváron igaz, ahol nagyobb iroda a rendelkezésre, egyszerre több ügyfelező hely állt rendelkezésre. Az eddigi 3 helyből 2-re csökkentettük az ügyfelező helyeket. Ez azt jelenti, hogy 2 kolléganő egyszerre 2 családdal tud foglalkozni. Korlátoztuk a családok létszámát a korábbi nagyobb létszámról 2-2 főre. A koronavírus járvány miatt több intézkedést is bevezetett a temetkezési cég, mondta Puskás Béla ügyvezető igazgató. Egyrészt megszigorítottuk a fertőző elhunytakkal kapcsolatos eljárások betartását, annak ellenőrzését, szükséges védőeszközöket, készfertőtlenítőket, mosószereket kiadtuk a kollégáknak, azon túlmenős, amik már eddig is náluk voltak. A temetések rendje nem változik, azonban korlátozásokat vezettek be a zárt térben történő búcsúztatás során. A ravatalozó helyiség méretétől függően 10 és 50 főben határoztuk meg a szertartáson résztvevők számát. Az 50 fő az a kaposvári keleti temetőben, eddig 100 fő fért be. Székeket külön rakjuk, távolabb egymástól, és állva még távolabb, maximum 50 fő vehet részt. Ezt a kollégáim figyelni fogják, mivel technikailag megoldható, hogy azok is részese legyenek a szertartásnak, akik kívül maradnak, hisz folyamatos a hangosítás, az erősítés, ezért gyakorlatilag a búcsúztatáson folyamatosan részt tudnak venni. A Somogy temetkezési Kft. Intézkedései a hozzájuk tartozó mind az 56 sírkertben érvényesek. A cég azt javasolja a temetkezési szolgáltatást megrendelőknek, hogy 70 éven felüli hozzátartozójuk csak nagyon indokolt esetben saját felelősségére vegyen részt a temetésen. Puskás Béla elmondta, amennyiben nagyobb temetési részvétel várható, akkor hamvasztásos temetést javasolnak, és az urna elhelyezés időpontját egy későbbi, békésebb időpontra halasszák. Koronavírus segélyalapot hoz létre a pécsi önkormányzat. A város hétfőn nyitott számlát, ahova pénzbeli felajánlásokat várja a cégektől, magánszemélyektől. Támogatni lehet anyagilag az időseket segítő papi programot, a fertőtlenítő védőfelszerelést vásárló beszerzéseket, vagy egyéb az adakozó által megjelölt védekezési célt. Korábban már keresték gazdasági társaságok a pécsi önkormányzatot, hogy segítenének, ezért nyitották meg a számlát. Koronavírus segélyalapot hozott létre a pécsi önkormányzat hétfőn. Ide várják azokat a pénzbeli felajánlásokat, amikkel a cégek, magánszemélyek segíteni szeretnék a járvány elleni védekezést. A városházán is csökkentik a személyes találkozások számát, ezért videótelefonos interjút adott Pécs alpolgármestere a segélyalapról. Az elsősorban 3 főtét szolgálna. Az első körben természetesen a koronavírus védekezéssel kapcsolatos védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek vásárlásához nyújthatnak segítséget a magánszemélyek, cégek. Akkor a másik ugye a program a pécsi idősekért, ahol a pécsi időseket látjuk el, illetve adott esetben vannak egyéb jogcímek is, amiben kaptunk megkeresést, hogy konkrétan más célokat szeretnének megjelölni. Keddéltől lehet utalni a képernyőn látható számlaszámra. Az alpolgármester azt mondja, már keresték meg cégek az önkormányzatot, hogy segítenék a védekezést. Előzetes felajánlásoknál az 5000 forinttól az 5000-ig láttunk felajánlásokat. Én első körben azt gondolom, hogy talán egy-két hét után egy ilyen 5-10 millió forint környéki felajánlásban látjuk, de az az igazság, hogy több nagy cég is jelezte, hogy még gondolkodik házon belül vagy a vírussal kapcsolatban milyen lépéseket tud tenni. Lehet, hogy a helyi nagyobb cégektől is kaphatunk adományokat ezekre a célokra. Az önkormányzaton azt kérik a felajánlóktól, hogy utaláskor a közlemény rovatban jelöljék meg, milyen célra szánják az összeget. Ez lehet a papi program, vagyis a pécsi idősek bevásárlását, gyógyszerkiváltását segítő kezdeményezés. De fertőtlenítőszer, védőfelszerelés vásárlással is adakozhatnak, vagy esetleg egyéb célt is megjelölhetnek, amivel a koronavírus elleni pécsi védekezést támogatják. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye híreit.
Megerőszakolta és kirabolta, az áldozat és a támadó is férfi. Havazás márciusban rengeteg munkát adott a hópotróknak és a közmunkásoknak az időjárás. Segítenek a vállalkozóknak, számos szakma mentesül a kata fizetése alól. Alkalmazkodnak a veszélyhelyzethez, maszkokat kezdtek varni a cégek. Szerdán mérsékeltebb, de továbbra is élénk lökésekkel kísért szél fúj majd. Folytatódik a borongós, télies időjárás további hóesésekkel. Éjszaka is borús marad az ég, mérsékelt, olykor élénkebb szél fúj, fagypont köré csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!